Augusztus 2-án kezdődik Szolnokon a serdülő ifjúsági és U23-as kajakkenú országos bajnokság. A versenyen jó előjelekkel áll rajthoz majd Posta Réka, az MVSC versenyzője, aki újdonsült Európa-bajnoksági ezüstérmesként ragad majd lapátot 500 és 1000 méteren. Kezdődik az edzés az MVSC kajakkenu szakosztályában sportoló fiataloknak. A tréningen természetesen ott volt két hetes pihenőjét követően az újdonsült ifjúsági Európa-bajnoki ezüstérmes Posta Réka is. A kezdetektől a Csorvatavi vízfelületen Guba Attila edző irányításával gyakorló fiatal tehetség június végén Olaszországban a korosztályos kontinens versenyen olimpiai számokba versenyzett. És a kajak négyesek 500 méterén második, a kajak kettesek 500 méteres futamában pedig negyedik helyen ér célba. Ezzel az Európa-bajnoki ezüsttel a tarsolyban ül újra hajóba az MVSC versenyzője augusztus elején Szolnokon, az országos bajnokságon. Réka 500 és 1000 méteren versenyez, és a cél dobogóra állni. Egyáltalán nem vagyok izgulós típus, sőt most sem izgulok, hogy mi lesz a magyar bajnokságon, hiszen már a teher lement rólam. Ugye Európa-bajnokság második hely, szerintem ez teljesen kiváló számomra, egy álom vált ma róla. Egy perc fokozó, fél percig, 80%, utána pedig egy minimálisan megemeled a csapást. Talán még a szigorú edzések is könnyebbek egy picit, a Csorba telepító nyugodt, szép vízfelületén fegyelmezetten dolgozik a csoport az edző irányításával. A szakember kiemelte, hogy nagyon jó, motiváló hatása van egy ilyen szép Európa-bajnoki ezüstnek, hiszen már a kvalifikáció megszerzése is bravúras eredmény volt. Abszolút magabiztos és céltudatos versenyző, emiatt valamilyen szinten könnyű dolgom van, a későbbiekben is mindenképpen motiváló a további pályafutására nézve, hogy sikerült ezt a kiváló eredményt elérnie. Guba Attila szerint azok a versenyzők, így tanítványa is, akik részt vettek az olaszországi ifjúsági és U23-as Európa bajnokságon, nos ők nem feltétlenül lesznek majd csúcsformában az országos bajnokságon, de ahogyan az elhangzott már, egy kontinens versenyen nyert érem azért kötelezi is a sportolókat. A szolnoki országos bajnokság minden esetre a szezon záró lesz Réka számára, de a következő szezonban is kezdődik újra az Európa és világbajnokság, valamint a mindig nehéz magyar bajnokság és a válogató versenyek sora.